A baloldal miniszterelnök jelöltje az elmúlt időszakban tudtára adta minden magyarnak, hogy mit is gondol a rezsicsökkentésről. Megmondta, hogy ha valaki sokalja a rezsi árát, akkor fogyasszon kevesebbet. Sőt, az egész rezsicsökkentés népbutításnak tartotta. De úgy látszik, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Nemrég trágyával etetett, sötétben tartott gombának nevezett mindenkit, aki támogatja a rezsicsökkentést és ellenzi a bevándorlást. Mi úgy gondoljuk, hogy senki nem beszélhet így a magyarok 80%-áról. Jó lenne, hogyha a baloldal befejezné végre a magyar emberek sértegetését, még akkor is, hogyha ennek nagy hagyománya van a baloldalon.